Szeretettel üdvözöllek a Debian Linux használatát bemutató videósorozat következő részében. Ha emlékszel még rá, akkor utoljára a Debian 11.3-as Linux minimalizálásával foglalkoztunk. Két videó is született ebben a témakörben. Egyik a GNOME asztalkezelő környezetet, a másik pedig az XFCE asztalkezelő környezetet mutatta be. Ez a videó a GNOME-os környezetnek a további finom hangolását fogja bemutatni. Ugye ígértem, hogy a Debian GNOME alapú rendszeréhez nagyon hasonló környezetet fogok összerakni, minimális elemekből építkezve. Na, csapjunk is bele a dologba. Itt van akkor a grafikus környezetünk, ugye, amit a múltkor összehoztunk. Nézzük, hogy mi az, ami fönt van. Ugye telepítgetés címén, ugye mind a szinaptikkal, mind a szoftverekkel ugye telepítettünk két programot, még az eredeti karakteres felületen telepítettük a Midnight Commandert, és akkor tulajdonképpen innen indulnánk, jó? Én időközben töltöttem le egy-két grafikai elemet, úgyhogy például a hátteremet meg fogom tudni változtatni, egy picit agresszívabb, jobb megjelenésű háttérre, így, akkor ő már meg is van. És ugye a profilképek között a felhasználóknál pedig akkor beállítom a saját profilképemet is. Így, szépen elhelyezem oda, ahova kell. Így, akkor most már ez is rendben van, tehát az alap dolgai most már akkor tiszták. No, nézzük, hogy lehet ezen a dologon tovább menni. Egy jó grafikus szövegszerkesztő soha nem árt, úgyhogy elkezdünk néhány dolgot telepítgetni, és ugye nekünk ehhez a terminál program kell. Hát én ebből a segédprogram csomagból én őt ide kiveszem, mert ezért ennél fontosabb, mint hogy ő ott azok között legyen. Sőt, hozzáadom a kedvencekhez, így ő mindig elérhető lesz majd adásba, a gyorsindító sávba. Akkor az első dolog, amit le fogunk telepíteni, az a Gedit nevű program, ugye mivel telepíteni fogunk, ezért nekünk rendszergazdái felhasználóvá kell válnunk, és akkor már is jöhet a Gedit nevű szövegszerkesztő. Ugye ez 12 csomagot fog jelenteni. Itt is vannak. Nem lépek ki a terminál programból, hanem szépen megnézem, hogy akkor ő fölkerült-e ide. Így is van, és őt is gyorsan hozzáadom a kedvencekhez, és beteszem a terminál elé. Ha van egy Gedit nevű programom, akkor ezzel már viszonylag jól el fogok boldogulni a különböző fájlok világába. Például letöltöttem egy kedvenc script gyűjteményemet, ez néhány videóban meg is jelenik ez a script gyűjtemény. Ez nekem Debianos környezetben egy gyors telepítési útmutató, hogy ne kelljen gondolkodnom, ne kelljen keresgetnem parancsokat, úgyhogy ebből én időközönként majd szemezgetni fogok. Úgyhogy akkor ezzel meg is lennénk, megyek vissza a terminálomhoz. A következő egy jó grafikus fájlkezelő. Ugye ott az MC, de azért egy jó grafikus fájlkezelőnek nincsen párja, úgyhogy gyorsan még egy dolgot le fogok telepíteni. Ez pedig, oppá, egy kicsit sok lett az elbetű, ez pedig a Nautilus nevű fájlkezelő program. Ugye látszik, hogy ez egy kicsit izmosabb darab, azért néhány dolgot ő fölpakolgat, épp azért, hogy mindenféle fájlokat, mindenféle fájlrendszereket, egyebeket elérjen. Neki erre szüksége van. No, de ő is megvan most már. Akkor nézzük, hogy mi lett ennek az eredménye. Ennek az eredménye az lett, hogy lett egy Fájlok nevű programunk, amit most már akkor én ide szépen még előrébb pakolok. Így, és őt is, elnézést, na gyere, vannak még itt gondok ezzel. Most jó. Őt is elhelyezem a kedvencekbe, és őt teszem legelőre. Na nézzük, akkor itt a fájlkezelőnk, ugye ő már egy ismerősebb darab, sokak által, ha Debianos vagy GNOME-os környezetben jártatok, akkor ugye ő egy alapértelmezett fájlkezelő, gyorsan a megjelenési módját át is állítom egy picit, hogy trükkösebbek legyünk, egy kicsit sűrítem a dolgot. Ugye itt be lehet állítani, hogy mik azok, amik megjelenjenek tulajdonságban, hát én ezt egy gyorsan testre is szabom. Jó, tehát, hogy az legyen, amit én szeretek, típus, ugye ott meglegyen, következő az a tulajdonos, és végül, de nem utolsó sorban a jogosítványok is, akkor itt meg fognak jelenni. No, akkor van fájlkezelőnk és van szövegszerkesztőnk, mehetünk tovább. A következő dolog, ami nekem nem túl szimpatikus,
az az, hogy az ablaknak, a különböző ablakoknak a megjelenítését és a kezelő gombjainak a megjelenítését kéne beállítanunk. Ugye ehhez tulajdonképpen a beállítások menübe az a baj, hogy túl sok mindent nem fogunk megtalálni. Ugye ebben a környezetben ilyesmi jellegű dolgok sajnos nem igazán vannak. Ezért nekem szükségem lesz egy újabb finom hangoló elemre. Ezt a finom hangoló elemet úgy hívják, hogy GNOME Tweaks. Tehát én akkor gyorsan ezt is letelepítem. Ugye ő néhány elem, a viszont a legfontosabb, hogy ő két dolgot pakolt be nekünk gyorsan, egyből. Egyrészt betette a GNOME Tweaks-nek ezt az úgynevezett finom hangoló részét, amit én innen gyorsan ki is emelek, mert szerintem ez fontosabb annál, hogy ott elbújjon. Másrészt kaptunk tőle egy kiterjesztéseket, amit viszont beteszek ide a dobozba. A kiterjesztések adnak lehetőséget arra, elnézést várja, azt mondja, hogy ezt én bezárom. Elnézést, visszamegyek ide. Tehát a kiterjesztések adnak nekünk lehetőséget arra, hogy a GNOME azt a környezetét és alapvetően a panelnak a dolgait is testre szabjuk. Látszik, hogy túl sok minden ebben a rendszerben itt még nincs, viszont majd el lehet érni a weben néhány olyan dolgot, ami tovább bővíti a mi lehetőségeinket. Viszont a másikat, amit ugye fölpakolt, ezt az úgynevezett finom hangolót, ezt viszont elkezdem használni. Ahhoz, hogy gyorsabban pörögjenek az ablakok, én kikapcsolok néhány általános dolgot. Itt alapvetően az animációk, a másik dolog pedig ezt általában kiszoktam kapcsolni, hogyha a notebooknak lehajtom a tetejét, akkor ne menjen felfüggesztés állapotba. Címsávok kérdése. Na itt az első dolog, amit meg fogunk tenni. A minimalizáló már meg is jelent, és a maximalizáló gombok jelenjenek meg az ablakon. Én ezt szeretem, ha ezek ott vannak. Az ablakokkal kapcsolatban még egy beállítást fogok megtenni, hogy minden új ablak kerüljön a képernyő közepére. Akkor ez is meg lesz most már. A betűkészletekben is egy picit rendet csinálok, kisebbre, egy picivel kisebbre teszem annak érdekébe, és egy sans regular típusú betűtípust rendelek hozzá alapértelmezetten a betűkhöz, és egy boldot a címsorhoz, hogy ezek kicsit sűrűbben, tehát kevésbé legyenek nagyok a feliratok, így viszonylag több információ elfér. Felső sávon egy dolgot fog megváltoztatni, az órának az összes kijelzését, tehát egyrészt ugye a hetek ide bekerüljenek, másrészt ugye több információ jelenjen meg itt az órába. Egyébként az órát majd egy alkalmattán eldobáljuk. Kiterjesztéseink még nincsenek, ugye, mert hogy egyelőre ezt a részét még nem hekkeltük meg a dolognak. A megjelenésben érdemes itt, hát ha megszokod, hogy itt állítod be a paneledet, illetve magát a háttérképedet, akkor egy csomó további dolgot is tudsz még ezzel állítani. És végül a munkaterületeket, én nem szeretem ezeket a dinamikus területeket, ha te se szereted, akkor érdemes statikusra kapcsolni és meghatározni, hogy hány darab legyen. Én nagyon jól el vagyok egyben a munkaterülettel, nekem nem kellenek ezek a bótságok, majd ha több monitor meg ilyenek lesznek, akkor ebben érdemes foglalkozni. Addig én azt gondolom, hogy túlságosan nem nagyon. És akkor ezzel elvileg végeztünk is, tehát most már minden olyan dolog a rendelkezésemre áll, ami az kell, hogy ez a környezet viszonylag jól működjön. No, tehát akkor megint van egy csomó dolgunk, akkor most már azt kéne megnéznünk, hogy mi kéne ahhoz, hogy én ezt a GNOME környezetet egy picit ki tudjam bővíteni. Ehhez két dolog kell. Az egyik dolog, hogy nekem le kell telepítenem egy újabb csomagot, ez pedig nem más, mint a GNOME-hoz adott úgynevezett shell kibővítő csomag. Tehát a GNOME Shell Extension, ugye ez nem túl sok elem, ezzel megvagyunk, akkor innentől, opá, nem lépek még ki innen, egy clear-rel azért letörlöm, innentől kezdve lehetőségünk van néhány alap dolognak a megtételére, visszamegyek, kihozom mégiscsak innen ezt a elemet, és ide elhelyezem elé, ugye további nagy lehetőségeink nem lettek, viszont itt azt mondják nekünk, hogy a kiterjesztések megtalálásához és hozzáadásához keresse fel a GNOME Extension weboldalt. Egy gondom van, hogy nem igazán van webböngésző.
Ha nincs webböngészőm, alapértelmezés szerint a szövegszerkesztő ugyan képes megnyitni egy weboldalt, és teljes mértékig idehozza nekem ennek a tartalmát, de hát ez ugye azért nem egy webböngésző. Magyarán szólva szükségem lenne egy webböngésző programra. Most két eset lehet előttem, két lehetőségem van. Az egyik, hogy a szoftvereken keresztül rákeresek valami normális böngésző programra, mondjuk a felfedezésbe rákeresek a Firefoxra, mivel hogy a Firefox az alapértelmezett böngészője a legtöbb Debian alapú böngészőnek. Hát látszik, hogy itt túl sok lehetőségem nincs. Ennek alapvetően az az oka, hogy a Firefox az utóbbi időben megváltoztatta a licenszelési dolgait, és ezeket már nem feltétlen támogatja a különböző, főleg a Debian nem támogatja, mert hogy nem dev alapú lett, átköltözött a Snap-re, és így már azért van némi problémák vannak ezzel. Mit lehet csinálni? Hát semmi gond, nem kell ilyenkor kétségbe esni, az embernek van egy jól felszerelt ilyen telepítő készlet gyűjteménye, akkor ebben összegyűjtögette magának azokat a parancsokat, amik ahhoz kellenek, hogy például egy jópofa Google Chrome böngészőt Debian csomagból feltelepítsen. Igen ám, de ehhez kelleni fog egy curl nevű parancs. Ezt én innen Ctrl-C-vel gyorsan el is lopom, visszamegyek ide a terminálomba, tehát kelleni fog egy curl parancs, amit sajnos nincs. Tehát akkor be kell szereznem egy curl parancsot, hogy ez működjön. Ha már ezt hozom, akkor egy másik ilyen internetről telepítgetős, internetről direktbe letöltős parancsot is idehozok, ez pedig a véget, tehát ezt a kettőt én most gyorsan ide letelepítem, és ha ez a kettő megvan, akkor már is fogom tudni használni azt a parancsot, ami arra jó, hogy én egy adott webhelyről outputként abban a mappában, ahol vagyok, letöltsek egy Debian csomagot. A Debian csomagokról most nem akarok külön nagyon beszélgetni. Van egy videó, ami erről elég részletesen megemlékezik. A lényeg, hogy a curl parancsnak megadom, hogy a DL, tehát download.google.com címről a Linux mappából direkt módon elérhető Google Chrome stable verziójának a current, tehát az éppen aktuális AMD 64 bites verzióját töltse le nekem. Enter után, ez a letöltéssel is indul. Ugye itt látom, hogy mintegy 80,7 megának kell lejönnie. Itt látszik, hogy mekkora a sebességem, és a dolog itt is van. Tehát, ha én most a jeles-ellel ezt kilistázom, akkor ott van a Google Chrome stable verziója. Oké, de hogy tudom én ezt feltelepíteni? Az egyik lehetőségem, hogy a fájlkezelőbe ezt a fájlt kiválasztva, jobbegér gombbal meghívom a szoftvertelepítőt. Tehát ez a GNOME szoftveret nevű csomagja. Ő képes deb fájlokat föltelepíteni. Ugye itt látszik, hogy ez a csomag, mit kell róla tudni, és itt a telepítés nyomógomb. Ha én ezt kiválasztom, akkor már is elindul a telepítés. Tehát már ezért is jó volt a GNOME szoftvereket feltennünk, mert ezzel egyrészt a szoftvertárolókban lévő szoftverek, másrészt a deb csomag formájában létrejött szoftverek is feltelepíthetők. Jó, én akkor ebből most kilépek, és megnézem, hogy akkor innentől kezdve valóban van egy Chrome böngészőm. Hát én ezt egy kicsit fontosabbnak érzem, hogy itt a sor végén legyen, ezért én szépen beteszem ide a fájlkezelő után, sőt, elhelyezem a kedvencek között is, és itt is fölviszem őt a fájlkezelők után. Tehát most már van egy böngésző programom, ugye első indításnál némi beállításokra azért van szükségem, meghagyom, ezt is meghagyom, mivel nincs más böngészőm, ugye értelemszerűen, és hát egyefene, a Chrome, a Google azért nem egy szimpatikus cég, de egyefene, hogy gyűjtögessék a statisztikát, akkor is gyűjtök, ha én ezt én nem engedélyezem. Ugye első lépések, azt mondja, hogy nézzük, mit csinálunk. Ugye először is én ezeket a dolgokat így gyorsan kikapcsolom, és kihagyom ennek a résznek a dolgait. Következő elem szintén arról szól, hogy én a hátteret nem akarom beállítani, tehát kihagyom, és a Google Chrome további dolgairól köszönöm szépen, nem vagyok hajlandó értekezni, azért néhány dolgot bekapcsolok. Az első a könyvjelző sávnak a megjelenítése, ez szerintem egy fontos dolog. A másik pedig a beállításokban, ezt nem sokszor használtam még a videóim során,
de egy Flex nevű, apá, ezt kicsit elértem, egy Flex nevű beállító lapon, ha az import csoportban lévő elemeket lekérdezzük, akkor itt egy password import defaultról hátállítom enable-re, és újraindítom a böngészőmet, akkor innentől kezdve a beállításoknál, itt az úgynevezett szinkronizálásnál, itt az automatikus kitöltési jelszavaknál megjelenik egy három darab kettős pont, és ide megjelenik az import szolgáltatás. Magyarán szólva én be tudok importálni jelszavakat, amiket korábban bármilyen webböngésző, pontosabban bármilyen Chrome-ban én elmentettem, fölvettem és elmentettem. Ezek vannak nekem ebbe a CSV fájba, és én ezt gyorsan most föl is veszem, és itt látszik, hogy egy csomó weboldalra való belépéshez, akkor nekem itt a jelszavaim, belépési jelszavaim már meg is vannak. Tehát innentől kezdve hozzáférek védett webtartalmakhoz is. Jó, na akkor van egy, ez akkor erre már nincs szükségem, akkor ezt kijelöltem, és akkor a jobb egér áthelyezés kukába gyorsan le is törlöm. No, akkor most, ha van egy jó böngésző programom is, akkor most már ki tudom használni azt a lehetőséget, ugye amit itt nekem, elnézést, amit itt nekem a kiterjesztések ajánlott fel. Most már van böngészőm, itt is van. Be is hozza ezt az oldalt, de jelzi, hogy a GNOME Shell kiterjesztésekhez nem csak a GNOME-ba kell egy program, ugye ő volt a GNOME Shell Extension, hanem a böngészőbe is be kell, hogy épüljön egy modul, azt viszont itt tudom telepíteni. Ugye ez a sima Chrome áruházban, ezt a appletet hozzáadom szépen, ezt a bővítményt szépen hozzáadom a Google-hoz, köszönöm, ne szinkronizálgassál, és itt a kis bővítménykezelőn engedélyezem ennek a használatát. Innentől kezdve, most már nyugodtan bezárhatok mindent, ha indítok egy webböngészőt, akkor ezzel a kis tappancsal a GNOME Extension panelra el tudok menni. No, jegyezzük meg, az első legfontosabb bővítmény az a User Themes nevű bővítmény. Egy bővítményt úgy telepítünk, hogy kiválasztjuk és itt bekapcsoljuk. Ennek eredményeképpen egy telepítést fog végrehajtani. Ez meg is történt, most nem zárom be, csak lecsukom a Google-t. És ha megnézem a kiterjesztések panelt, akkor most már ez a User Themes, ez itt nekem megtalálható, és beállíthatom különböző módokra, amik nekem különböző témák, felhasználói témáim vannak. Na, akkor ezt így gyorsan bezárom, erre most nincs szükségem. Viszont szükségem van arra, hogy ne kelljen már állandóan nekem itt kattingatni. Ezek az alkalmazások itt oldalt jelenjenek már meg. Na, ez egy bővítmény, ami ezt lehetővé teszi, hogy a Dash, ez egy úgynevezett board üzemmódba menjen. Tehát ő jelenjen meg a boardon, tehát az asztalon mindenféleképpen. Ehhez nekem egy bővítményt kell letelepítenem. Ha elmegyek a kiterjesztések panelre, és itt beírom azt, hogy Dash to board, akkor megtalálom itt ezt a Dash to, nem Dash to do. Dash to dock, hülyeséget beszéltem. Tehát a Dash to dockra, akkor ezt dockolni tudom, ezt a Dash panelt. Na nézzük, kapcsoljuk őt be, telepítsük föl, és ott ugye villant egyet, ez jelezte azt, hogy ő most már aktív, és itt van. Ugye nem kell őt állandóan nyomogatnom ahhoz, hogy megjelenjen, ő már itt van. Igen ám, de ha ő már itt van, akkor ő megjelent a kiterjesztések között. Itt is van, Dash to Dock. Beállítás főre a kattintok, akkor nagyon jó pofa dolgokat tudok vele csinálni. Először is engem idegesít, hogy elrejtőzik, ezért ezt az elrejtőzés kikapcsolom. Zavar, hogy nem tart teljes magasságba, ezért teljes magasságát bekapcsolom, és a benne lévő ikonokat egy picit összébb nyomom, hogy több ikon férjen el benne. És kiírom neki, hogy ne kezdje el összenyomogatni az ikonokat, ha már itt nem férnek el, hanem kezdje el scrollozni. Indításokkal kapcsolatban néhány dolog, nem akarom, hogy itt megjelenjen a kuka, ezért ezt kikapcsolom. Sőt, azt se akarom, hogy később megjelennének a pluszba felmontolt eszközök, vagy csatlakozhatott eszközök, ezért ezt is kiszedem innen. A viselkedés fül nekem így jó, ahogy van, a megjelenési fül egyelőre nekem így jó, ahogy van.
Egy dolgot fogok bekapcsolni, hogy az az alkalmazás, amelyik éppen aktív, az a körül majd egy kis fülecske jelenjen meg. És előírom, hogy egy picit még zsugorítsa tovább ezt a dást. No, így akkor tulajdonképpen minden rendben van. Már is egy picit Debian gnómosabb ez a környezet. Tehát itt vannak a fontosabb alkalmazásaim. Ezzel beállítottam az ablaknak néhány dolgát. No, mi az, ami még nekem kéne? Hát én azt gondolom, hogy egy jó takarító programra is szükség lehet egy jó környezethez. Ezért le fogunk telepíteni egy BitBleach nevű programot, ami szerintem nem egy rossz program. Na nézzük. Azt mondja, hogy apt install BleachBit. Így is van. Ő is megjelent az eszközök között. Itt is van. Ennek van egy felhasználó szintű, és van egy root felhasználó szintű verziója. Tehát, na, ezzel a root felhasználó verzióval... Jó, ki is kapcsoljuk. Lehet azt megtenni, hogy a teljes APT tárat úgy, ahogy van, töröljük. Ennek időközönként az az értelme lehet, hogyha valamiért kell, hogy komoly mennyiségű memóriát nyerjünk, és a előnézettel én ezt meg is nézem, 143 mega a jelenlegi állapotban. Ha én ezt letörlöm, akkor 143 megányi információt sikerült megtakarítanom. A bas, ez a parancsértelmezőnek az előzményeit is tudom törölni, a különböző naplófájlokat is tudom törölni, és a Midnight Commander előzményeit is tudom törölni, ezek együttes mérete 4,2 megabyte, nem túl gyors. Na nézzük, mit tudok törölni a rendszerből. Általában érdemes a gyorsítótárakat, a hibás asztali fájlokat, a kukát, a legutolsó dokumentumot, a lokalizációkat, ha nem akarom őket használni, a régi naplófájlokat, a vágólapot, az átmeneti fájlokat, ezeket érdemes törölni. Ha ezzel megvagyunk, gyorsan egy előnézet, ugye látszik, hogy ez azért jelentősebb mennyiség volt, ez 409, ez fél giga. Ezzel ismét jelentős méretű területet tudtam csökkenteni. Egyébként a legnagyobb méret, ha megnézitek, a lokalizáció volt, tehát a mindenféle nyelvnek a lehetőségeinek a gyors kiválasztását én ezzel kitöröltem. Majd, ha kellenek, úgyis újra letöltődnek. Na, ez volt a rendszergazda szintű takarítás. A következő takarítás, az pedig már a felhasználó szintű takarítás, tehát ez a saját dolgaimra vonatkozik. Itt értelemszerűen ezekhez nem fogunk tudni hozzáférni, majd mindig hibaüzenetet kapunk, de tudunk néhány dolgot csinálni. A saját parancsértelmezőn környezetét, bélyegképeket, a levelező, ugye nincs levelező jelen pillanatban telepítve, de ha lenne, akkor majd annak a telemeit, a GNOME környezetét tudjuk törölgetni. És a Google Chrome-ba érdemes időközönként rendet rakni. Két dolgot javaslok kikapcsolni, a jelszavakat, azok maradjanak meg, és a sütik maradjanak meg. Ezek azok, amik nekünk a különböző programokban történt beállításokat megőrzik. Ha te szereted megőrizni az űrlapoknak a tartalmait, akkor javaslom, hogy ezt az elemet is kapcsolt ki. Jó, mi van még? Ugye Midnight Commander én rám van nézve, és a naplók én rám nézve is érdemes tisztogatni. Ha ezeket megnézed, ez 12 megát jelent, úgyhogy gyorsan ki is törlöm ezeket. Azt mondja, nem tisztítható meg, mert az fut, bocsánat, akkor elnézést, így gyorsan a Google Chrome-ot bezárom. Sőt, ha már erre járok, akkor a többi alkalmazást is gyorsan bezárom, hogy ne legyenek ebből problémák. Így, ne, ezt is bezárjuk. Így, na még egyszer. Jó. No, rendszer szinten nekünk túl sok keresnivalónk nincs, viszont az X11-nek a környezetét érdemes törögetnünk. Ez sem túl nagy mennyiségű dolog, de időközönként érdemes törölni. Na, csináltunk egy kis rendet, akkor nézzük meg, mit értük el vele, illetve a nagy bővítgetések eredményeképpen hol tartunk. Ugye dpkg-l, függőleges vonal wc-l, ugye 1300-nál tartunk már csomagszinten, ugye az 1600-hoz képest, aztán kéne nekünk egy df-h, ugye a
A 4,5 gigához képest van 3,4 gigán, tehát látszik azért hízik a rendszerünk, de csak azok vannak fönn, amik nekünk kellenek. És nézzünk egy toppot. Ugye a korábbi rendszerhez képest azért jelentősen híztunk, ez azért látszik. Jó, no. Ezek az alapdolgaink vannak. Mi az, amivel még érdemes foglalkozni? Ugye későbbiekben föltelheted azokat a programokat, amikre még szükséged van. Én azt gondolom, hogy amik fontosak voltak, azok felkerültek. Tehát lett egy normális dasunk, egy dokkolt módban, ugye ide el tudtuk helyezni a kedvenceinket, ablakainkat testre tudjuk szabni, lett egy finom hangolós beállításunk, a legfontosabb komponens a kiterjesztéseknek a dolgai, csak azért, hogy lássátok, hogy mennyire dinamikus és ütős ez a felület, ebben most én el fogok tenni egy úgynevezett nyomkövető rendszert, amit én nagyon szeretek, csak azért, hogy lásd, hogy mennyire jópofa dolgokat lehet ezzel csinálni. Sőt, még egy-két dolgot akkor ide beteszek, jó? Na ugye tudjuk, hogy ugye itt vannak a bővítményeink. Nekem van egy weboldalam, ez a mybuntu.okis.hu. Ezen a weboldalon én különböző dolgokat teszek közzé, bár egy picit most a videók miatt elmaradt ennek a weboldalnak a karbantartása, de itt az egyebek csoportban a GNOME bővítmények fülön találsz egy ilyet, hogy bővítmények telepítése, és ebből egy csomó dolgot érdemes használni. Az első dolog, amit érdemes használni, az az IP address. Ez egy bővítmény, amit föl tudsz telepíteni, és innentől kezdve megjelenik az IP címed a panelen. Ez szerintem egy viszonylag egész jó dolog. A következő, amit szeretnék bemutatni, ehhez viszont néhány csomagra szükségünk lesz, úgyhogy először ezzel fogunk foglalkozni. Ugye itt én gyorsan megnyitom ezt az előző szkriptemet, itt is van, és akkor ebbe megkeresem azt a részt, amiben nekem ez szükséges dolgaim vannak. Itt is van. No, néhány csomagot le kell telepíteni ahhoz, hogy ez a bővítmény működjön. Na nézzük, mik ezek. Elnézést, beállítom egy picit a terminált is, ha már itt járok, hogy nem ilyen picibe jelenjenek meg. 200x100-as, ez így nekem tökéletes. És engem zavar ez a nagy világosság, ezért itt a színekben én egy picit visszaveszem a dolgokat, kikapcsolom a rendszer szint és ezt a Solarized Darkot, ezt a szolarizált sötétet bekapcsolom, jó? Így. Most már, ha elindítom a terminált, akkor mindig ebben a formában fog megjelenni. Na nézzük, mi az, amit én itt akarok. Tehát, ugye sólyom felhasználó vagyok, nem fog működni az APT, úgyhogy már törlöm is vissza ezt az egészet, tehát nekem először sudonak kell lennem, vagyis su-nak kell lennem, ugye? Ez akkor megvan, na akkor most jöhet ez a cucc, és akkor innen néhány dolgot, ugye a sudut mindenféleképpen ki fogom törölni. No, telepítünk néhány dolgot, ezt a yes-t kiveszem innen, ez azt csinálná, hogy automatikusan engedélyezni a telepítést. Tehát egy Gear 1.2 GTOP-nak a 2.0-as verzióját kell feltelepítenünk, a Network Manager-t kell feltelepítenünk, a Clutter-t kell feltelepítenünk, és a System Monitor nevű szolgáltatást kell feltelepítenünk. Ha ezeket Na, mi bajod van? És hogy nem található. Hopp. Akkor ezek a bővítmények, ezek nem a GNOME-nak a részei. Ja, bocs, de hogy nem hülye vagyok. Töröltem az APT-nek a dolgait. Úgyhogy nekem egy APT update-et minimum végre kell hajtanom. Bocsánat. Na. Ugye most minden csomagtárolónak az adatait befrissíti. Kitöröltem ezeket az adatokat. A memória, vagy a tároló kapacitás csökkentése érdekében. Azért mondom, hogy ezek tök alap dolgok. Mi az, hogy nem nincsenek meg. Egyébként jobb, ha megszokjuk, hogy a telepítések előtt, minden egyes telepítés előtt azért kiadunk naponta egyszer egy ilyen APT update nevű parancsot, jó? Tehát ez először sokáig tart, aztán utána természetesen ez már gyorsabban lemegy, ugye látszik, ha már egyszer felfrissültek a tárolók, akkor egy újabb ellenőrzés már nem tart sokáig. Na most fogom kiadni azt a parancsot, itt is van.
És ugye minden, mindjárt működik minden, mihelyest a csomagtárolók adatai rendelkezésre állnak. Igen, én ezeket engedélyezni fogom. Ugye látszik, hogy ez néhány csomagnak a feltelepítését jelentette. Viszont innentől kezdve ez a bővítmény, ez az úgynevezett System Monitor, ez képes lesz arra, hogy nekem ide fölülre ilyen rendszerinformációkat jelenítsen meg. Na nézzük, mindjárt meg is nézzük, hogy milyen rendszerinformációk lesznek ezek. Ott már meg is jelentek. Na, ez egy szép hosszú csomag, úgyhogy én ezt most gyorsan beállítom. Először is nem kérem, hogy az ikon jelenjen meg. Kompakt megjelenítést kérek tőle. A CPU adatai kellenek, az, hogy ide CPU nem kell kiírni. Viszont én nem grafikont kérek, hanem számjegyet. Tehát ez a CPU foglaltságot jelzi akkor innentől. Következő a memória. A memóriát nem kérem, hogy kiírja, hogy memória, és ide se grafikont, hanem ide is számjegyet kérek, tehát az első a processzor, a második a memória foglaltsága. A hálózat terhelést fogom még kijelöltetni vele. Én az ütközésekkel nem szoktam foglalkozni, tehát az ütközéseket én kiszürkítem, átlátszóvá teszem. A hibákat ugyanígy átlátszóvá teszem. A feltöltés, a számomra nem túl fontos, azt majd szürkével fogom jelölni. A hiba fel szintén átlátszó, és a letöltés, mert ez fontos a számomra, ezt pedig pirossal fogom jelölni, tehát lássam, hogy jön az adat lefele, tehát hízik az adatterület a lemezen. Na nézzük a lemezt. Most a hálózatnál a szöveget sem akarom megjeleníteni. Jöhet a lemez. Szintén nem akarom a szövegét megjeleníteni, grafikon, az maradhat. Az írás az szintén piros, mert ugye avval fogy a helyem, az olvasás az szürke, mert az engem nem érdekel, az ugye csak jön fölfele, és a lenyíló menüben oszlopba jelenjen meg. Ez a lenyíló menü itt van, tehát itt mutassa meg, hogy mi van az éppen elfoglalt területekkel. Jó, és akkor tulajdonképpen rendben is vagyunk. Ennek az egész dolognak adhatok egy kis hátteret, hogy jobban látszódjon, hogy ott valami van. Mindjárt mutatok egy lehetőséget. Így, ne akkor így ott látszik, hogy ott van két ilyen valami. Hát ez nem túl szép, én megmondom őszintén, nekem ez annyira nem tetszik, úgyhogy én ezt ki fogom itt szürkíteni. Jó? Novis átlátszóval fogom tenni. Mihez lesz majd forgalom, akkor ez majd itt látszani fog. Például, ha elindítok egy fast.com sebességtesztet, akkor ugye ott látszik, hogy szépen elindult a dolog. De ráállok, akkor itt mutatja, hogy mondom, ráállok. Ja igen, már abban maradt, bocsánat, egy újat. És ha ide ráállok, akkor ki fogja jelezni, nem engedélyeztem? Elnézést, akkor gyorsan megnézem, hogy engedélyeztem ezt a buborék dolgot. Buboréksúgó megjelenítés, elnézést, ezt nem engedélyeztem. Most már itt vannak az adatok, hogy mekkora terhelésem van. Lemez adataik, az látszik, hogy itt ugye lemeznek nincsenek. Bocsánat, itt a lemez nem is látszik, elnézést. Bocs, kikapcsoltam a lemezt, amekkora kis bugyuta vagyok, elnézést, most már jó. Jó, tehát itt az egyik, ott a másik. A színek még azért nem stimmelnek, mert újra kell indítani a GNOME rendszeremet, ez pedig egy Alt F2 parancsal egy restarttal meg tudom tenni, és egy Enter megnyomásával, így újraindul minden, és most már rendben vannak itt a dolgok. Jó, tehát mindenki olyan színnel jelenik meg, amilyennel kell. Hogyha az zavar bennünket, hogy itt mind a kettő piros, akkor mondjuk azt meg lehet csinálni, hogy a lemeznél az írást azt nem pirossal, hanem kékkel fogjuk jelezni, és akkor ezáltal a két szín eltér egymástól, Alt F2 R, a elnézést, R, és már jók is vagyunk. Na. Itt a dátumot fogom még egy picit átherkelni. Ugye emlékszünk még arra az előző oldalra. Itt az előzmények között megkeressük. Akkor valahol van itt nekem egy. Na, hova lett? Na, nem jegyezte meg. Mybuntu itt van. Oké. Okay. Bővítmények telepítésénél van itt egy úgynevezett Clock Override nevű program. Mocska. Ha én ezt föltelepítem, akkor látszik, hogy elég durván megváltozott ez a dolog itt. Túl sok beállítási lehetőségem nincs hozzá. Tehát ahhoz, hogy ezt a
óra kijelzést én meg tudjam változtatni, ahhoz nekem arra van szükség, hogy ezt a bővítményt én ezt állítani tudjam. A kiterjesztések között meg fogom találni a Clock Override bővítményt, és ennek a kis csillagjával lehetőségem van arra, hogy én olyan kijelzést állítsak be, amilyet akarok. Na, én ezt gyorsan ki is törlöm. Picit C programozásban kell jártasnak lenni, mert a különböző értékek, itt vannak leírva, hogy mi lehet a különböző időkijelzésnek az értékei. Ugye ezek itt megtalálhatók, azt mondja, hogy valahol itt... Jó, nem keresgetem, inkább majd mondom, jó? Tehát először is hatodom, hogy százalék H2-pont százalék M2-pont százalék S, akkor ez az óra. Ha én szépen beteszek elé egy függőleges vonalat, meg egy szünetet, meg mögé egy szünetet és egy függőleges vonalat, akkor már picit így jobban néz ki. Én még ide szeretem kijelezni az éppen aktuális napot, méghozzá százalék kis B-vel, ugye ez a rövid verziója a dolognak, bocsánat, kis A, elnézést, így az a nap, ácsi százalék, ja jó, nap százalék A, így van, és akkor utána jöhet egy rövid dátum, tehát hónap és nap, de számokkal. A százalék B az megadja a napot, vagy a hónapot röviden. A százalék B, az megadja hosszan, a százalék kis m pedig megadja számformában. Ha ezután teszek egy pontot, és leteszek egy százalék D-t, meg egy szünetet, akkor már is minden a rendelkezésemre áll ahhoz, hogy nekem ez a kijelző itt normálisan működjön. Oké? Tehát most már normálisan kijelződik a dolog. Itt még azt látom, hogy egy picit a komplexitás miatt itt néhány dolog összébb ment. A hálózat grafikon szélességét én beállítom 75-re, és a lemeznek is beállítom 75-re a szélességét. Tehát egy picit megnövelem ennek a sávnak a hosszát. Így. No, hát akkor én most már szerintem azt mondom, hogy itt a vége, fuss el véle. Most már tulajdonképpen minden a rendelkezésemre áll, ahhoz, hogy egy normális rendszerem legyen. Ez most már nagyjából hasonlít az alap gnómhoz. Valóban nincs benne semmi olyan dolog, ami mind akármilyen furmányos folyamatot elindítana. Nincsenek idegen alkalmazások, az van, ami nekem kell. Ugye valakinek még nagyon kellenek szövegszerkesztők, egyebek, akkor a LibreOffice feltelepítésével ezt is meg tudja oldani, és akkor innentől kezdve böngészket. Ja, bocs, elnézés, még egy nagyon fontos elem, majdnem elfelejtettem. Ez pedig ugye a SU APT install VLC, ugye, hogy legyen egy normális videó és zenelejátszónk. Na, már meg is vagyunk, akkor innen nyugodtan kiléphetünk, és akkor most már van egy normális zenelejátszó programunk is, ezt a kis csomagot meg megint hátra viszem. No, tehát a fontosabb dolgok azért itt megvannak. Én ezt a rendszer tisztítás ikont eldugom ide, jó, hogy ne legyen ez itt annyira útba. Ha valakit zavar az, hogy itt nem ABC sorrendben vannak az egyes ikonok, arra van egy lehetőség, hogy lehet ezt sorrendben rakni. Ezt a parancsot én mindig elfelejtem, ezért nekem van egy olyan oldalam, a falcon.okis.hu weboldalon. Itt alul van egy olyan, hogy tudásbázis, és ebben a tudásbázisban, itt a Linuxos csomagban benne van az, hogy az AP rács újrarendezése itt van hozzá a parancs, én ezt lemásolom, másolás, és ezt simán egyszerűen kiadom itt parancsként, és már is elvileg ABC sorrendben lesznek a dolgaim. Hát annyira azért nem lettek ABC sorrendben, majd mindjárt csinálunk egy... Azt mondja, Alt-F2-R. Na nézzük. Na mindjárt jobban néznek ki. Oké, tehát ABC sorrendbe kerültek a csomagok. Jó. Hát én ennyit szerettem volna igazából. Most már azért én azt gondolom, hogy egy viszonylag sok információt, viszonylag kellemes kezelőfelületet biztosító környezetünk van. Ugye még mindenki telepítgesse fel azokat a programokat, amik neki kellenek, és akkor tulajdonképpen ezzel, ez a gondolatkör, amit Péter indított el, ezzel a minimalizáljuk, és azért építsünk valamilyen rendes rendszert, azt hiszem, akkor ezzel itt be is fejeződik. Van benne néhány olyan elem, főleg itt a GNOME paneljének az átszabása, amit más videókban is megnézhetők.
Lehet, hogy egyszer csinálok egy külön videót, ami csak erről szól, ezekről a paneles dolgokról, illetve az extensionekről, de most így akkor ebben a dologban ez megtalálható. Köszönöm, hogy megnézted a videót. Péternek még egyszer köszönöm, hogy sikerült belerángatnia egy olyan dologba, amire én nem gondoltam. Én azt gondolom, hogy építő jellegű volt ez az igénye, és tényleg egy-két olyan dolgot ezáltal meg tudtam mutatni, ami nem biztos, hogy mindenki számára mindig egyértelmű. Lehet tovább kísérletezni, lehet kisebb rendszereket építgetni, lehet nagyobb rendszereket építgetni, kinek hogy tetszik ez a dolog. További szép napot, és most már tényleg vissza fogok térni a 30 perc Linux sorozatomnak a bővítéséhez. Ez most egy pici kis kitérő volt Péternek a felvetése miatt. Neki még egyszer köszönöm, nektek szintén köszönöm, hogy megnéztetek a videót, további szép napot, sziasztok!